Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, szevasztok! Én Miskovics Marci vagyok, és mellettem helyet foglal egy nagyon kedves barátom, akivel most kvízelni fogunk, és 5x5 kérdéssel készültem neki az 55 éves színfesztiválról, meg hát úgy alapvetően a fesztiválokról. Minden kérdés amúgy 2 pontot ér, a vége lesz 5 személyes kérdés, ami 10 pontokat ér, és összesen 100 pontot lehet gyűjteni. Nagyon nemes a cél, ugyanis egy alapítványnak, hogyha ő gyűjti a legtöbb pontot, akkor egy alapítványnak felajánlhat 250 000 forintot, úgyhogy remélem, hogy jól fog szerepelni, és ő fog felajánlani, támogatni valakit. Itt van a stúdióban Pető Bruno, aki Sparkot nem tudjuk hajta, de valahol a Phantom, vagy lehet, hogy itt van, csak nem látjátok. Könyvespolc mögött elbújik, meg ilyenek. Fogolgat, nem? Én is üdvözlök mindenkit. Hát figyelj, azért, hogy a ketten vagyunk ebben a formációban, hogyha több feladatot kell egy időben megcsinálni, akkor szét tudunk szakadni kicsit. Én most tudod, hogy most a Sziget Fesztiválnál van ugye lennél forgatás. Igen, hát figyelj, én most képviselem a Bruno X-Pakot itt, a Laci meg máshol képvisel most minket. Szép. Egyébként nem egy ilyen szereplős dolog, csak ügyintézős téma, és valakinek el kell ilyenkor menni oda is. Szép. És én kicsit később keltem, ezért jöttem ide. Brunokám, mikor került megrendezésre az első színfesztivál, ez az első kérdés, egy évszám kellene, és te jó vagy matekból, jól tudom. Tehát 55 éves a színfesztivál idén, most 2023 van, tehát ha 2023-ból levonsz 55-öt, mennyi lesz? Már a 2023-ban levonok 23-at. Komolyan... Milyen 23? Ja, bocsánat, bocsánat, bocsánat. Mert 2000-től tovább vannom. Oké, te vagy, oké, igen. És 55 azt mondod, akkor 22 évet kell meg kivannom, nem? Igen. Az annyit tesz egyébként, hogy kivonok bele 20-at, akkor odaütközünk egy 1980, és abból kivonok még 2-t. Tehát, nem? Tehát mondd ki ezt a végleges számot, 1978. Tévedtél 10-est, és 1968 az, ami a helyes válasz, de nyugodj meg, mert egyik zenésre tud számolni, valószínűleg azért kezdett el zenélni, úgyhogy semmi gond, csak pénzbe tudunk mindnyájan. Melyik évben kapta meg szerinted a Szín a Zöld Fesztivál díjat? Itt vannak opciók is, 2009, 2011 vagy 2003-as évben. Én nagyon figyelmes voltam, amikor bejöttem a szobába, és észrevettem, hogy mögöttem van egy ott van! Mi van ráírva, Bruno? Az van, The Greener Festival Award 2009. Hát akkor tehát mi lesz? Akkor tehát a 2011 a helyes válasz. Tehát Marcikám, megjelölöm. 2009, jó, akkor várjunk egy kicsit, mint a legyen és minőgosban. Ilyen hang volt a Úristen. Ez nem kellemetlen volt, ne csinálj többet ilyet. Tudtam egyébként, hogy ezért be fogsz szólni. 2009 a helyes válasz, jár a 2 pont, most megkapod a magadét, folytatni kell a dalszöveget, amerre járok, arra bámul a világ, vakok között állok, és elárul, aki lát, te vagy. Irillik a semmit, meg a papír koronát. Joey, a nevem rátok küldöm, Jaminát. Így van, szí, azt a rohadt élet. Ez nem az első ilyen kérdés volt, mert ezt már sok mindenkire lejátszottam, nem? Ez a Joey, neked is fel mondani, vannak írva poénok. Joey szoktam mondani, hogy nekem ilyen gegek vannak felírva, csak ja. Nem, én fejben mondom. De jó volt, tehát nem? Maugli, a nevem rátok küldöm, Bagirát, elfogadjuk, mert én elcsesztem neked a végét, 2 pont jár, Betolfi Bagira. Szereted a Betolfit, nem? Imádom. Schwarzádi, a legnagyobb király. Úgy foci edzős pacakban van állandóan. Giucello Santo. Igen, tudod, megvan az a fazon, aki mindig a focipálya mellett van valahol éppen. Na, egy kávézó, egy dohánybolt, egy kocsma, valahol ott van. Egy presszó. Egy presszó, és mindig foci sztorikat mesél, és minden egyes hasonlatában egy focis hasonlat bennem. És akkor vele beszélsz, akkor kicsit azt érzed, mintha egy idős foci edző látná téged, nagyon fura tanácsokkal, de hogyha leülsz és végig gondolod, amúgy igaza van. Nem hülyeség. Nem lehet, hogy itt kéne fociznotok akkor. Hát igen, de lehet, hogy már nem tudom, Hofi most éppen hogy van vele ezzel a foci témával. Nem nagyon fociznak. És saját elmondásom, vagy saját véleményem szerint nem annyira jó az állóképességem ahhoz, hogy most egy nagyon-nagyon komoly meccset végigtoljak. De szerintem ilyen utolsó utáni pillanatokba becserélni egyébként, előre túrni, vagy hátra éppen rombolni, vagy kicsit megforgatni, mert arra jó lehetek még egyébként. Hát Brunokám, hogyha nem úgy alakulna a zenei karrier, akkor a focistának is kiváló leszel. De úgy alakul szerencsére. Na, mikor szervezik meg idén a színfesztivált? 2023 az biztos. Mi a dátum? Hát figyelj. Nem akarok segíteni neked. Hát akkor akarját számolom. Csak itt hoztam a bőröndömet. Augusztus 23-tól 26-ig mondjuk. Azt a mindenségét! Telibe? Figyelmes gyerek vagy. Telibe találtad újszegedi partfürdőn. Ott lesztek ti is, ez így van, ezt elfogadjuk 2 pont. Most viszont remélem, hogy hát nem tudom, szerintem a könnyebb, másoknak sokszor a nehezebb. Sorolj fel, kérlek, 5 magyar előadót, vagy zenekart, vagy DJ-t, vagy bárkit, aki idén biztosan részt vesz a színfesztiválon. Jó, hát akkor figyelj, kezdjük azzal, hogy én tudom, hogy mi leszünk. Az egy. A Spák a másik, nem. Bruno Spák az egyre fogadjuk jó, el, jó. Igen. Szerintem én úgy tudom, lesznek a Petiék is, tehát a Valmar. Valmar, 2. Ahol nem lesz a Manuel is. 3, lesz a Manuel is, így van. Hiszen lesz a Dani is.
Négy, igen. És ez a Kevin is. Végig mondtad a barátaidat, így van, öt, elfogadtuk. Mindenki lesz ezek közül, de lesz Velhello, Pogány induló, Netsz Party. Láttam, lesz Timi Trumpet. Timi Trumpet, ja. Rita Ora. Rita Ora is lesz, igen, úgyhogy sok, Basztoró, sok. Hát Rita Ora, nagyon adom, hogyha nem énekel, akkor is adnám a színet. Ja. De jó nő, nem? Na, azért mondom. Adod. Hát ezért mondom, nem énekel, akkor is végignézném nem a másodás koncertet. Mit? Nem szeded fel? Nem tudom, hány kiló. Vinni a backstage-ben. Megnézem, meg tudom emelgetni. Meg tudnád emelgetni. Hány fesztivál van Magyarországon? Itt most ez megint lehet, hogy segítség, lehet, hogy inkább csak nehezítés. Felnőtt báb fesztivál, világsak fesztivál és a Tatai Vaddu Csokadalom is beletartozik ebbe a számba. Mondom az opciókat. 101, 555, 32 vagy 763. Hány fesztivál lehet Magyarországon? Úristen, mi volt a kérdés amúgy? Milyen báb fesztivál? Vagy semmi, mi? Azon ne törődjél, azt engedd. Minden fesztivál beletartozik? Alapvetően minden fesztivál beletartozik, de vigyázz, mert ezek az egyetemi napok, ezek amikor van egy buli mondjuk, nem tudom, esetleg a Movement Nights szervez egy bulit és elnevezi fesztiválnak, az nem számít bele. Jó, akkor mondom még egyszer az opciót. 101, igen. 555, 32, 763. Ezek közül egy igaz. Melyik hát szerintem... Az? Amik ilyen 500 felett vannak, az nem lehet, szerintem, vagy lehetne, de szerintem, mit tudom, például 700, amely, tehát a napi kettő fesztivál egész évben az sok. Igen. Az sok, ilyen rendes nagy. De most sok fesztivál van. Sok fesztivál tehát van. Tehát én akkor úgy vagyok ezzel, hogy nyáron ez ilyen fesztivál, az ilyen nyári dolog. Igen. Van mondjuk 90 nap. Jó, akkor 100 valahány nap. 100 valahány nap a szezon. 100 valahány nap. És szóval azt mondja, hogy minden napra tudunk, tehát hétfőtől vasárnapig egy fesztivált szétosztani, kb. Az lehet szerintem a helyes válasz. Tehát amilyen 100 közeli volt, hogyha volt ilyen. 101 volt, ami van. 101-et megjelölöd? Meg én. Jó a válasz, sajnos. Köszönöm szépen, Marci. Két pontot meg kell adnom neked. Melyik a legrégebbi könnyűzenei fesztivál Magyarországon? Itt is vannak opciók. Művészetek völgye, Sziget, Szín vagy a Pannónia Fesztivál. Melyik lett a legrégebbi? Azt tudjuk, hogy a Szín az 55 éves, most vagy van régebbi, vagy a Szín a legrégebbi. Ez a kérdés igazándiból. Most azon gondolkodok egyébként, hogy olyat mondjak el, amiről, tehát hogy a Pannonia Fesztivál nekem nem mond semmit, ezért okay. Lehet gondolom rohadt régi. Hát lehet egy. Nem feltétlen. A nevéből adódóan is egyébként. Igen, de nem feltétlen. Pannonia sajt, meg a Pannonia utcaiségi. Mert ugye például csomó dolog ugye azért maradt fenn, hogy már nagyon régen elkezdték, tehát benne voltak az alapítók között, ezért már egy erős igen. Brandről beszélünk. Igen. Szóval ilyen nehéz. Van. Nehéz. Jóló, ne nézz ki segítőkre. Hát figyelj, amúgy most tök mindegy. Csak hogyha már itt vagyok, akkor mindegy. Legyen a Szín. Legyen a Szín? Biztos legyen. Vagy benne? Nem vagyok benne biztos, de legyen a Szín. Legyen a Szín. Jó, helyes a válasz. Ó, szép. Az, ki gondoltam amíg az 55 évében a legrégebbi fesztivál. Hány külföldi világsztár koncertjére bulizhattak a színezők az eddigi 20 év alatt? Tehát most idén már 4 világsztár biztos, hogy ellátogat, ezt csak most ilyen kiindulásként mondom neked, hogy általában mondjuk 3-4. Értem. De gondolom az elején nem volt ennyi, tehát amikor indul az első pár évben, akkor gondolom nincs. Lehet, hogy bedurrantottak egyből egy Wiz Khalifával, egy izével. Nem? Na, 55 évvel ezelőtt, igen. 107, mint egyébként a rendőrségnek a száma. 59. Tehát az én 5, ha jól számolom, 107 körül. Tehát ilyen 20 évvel. 59, év, igen. 353 vagy 405. Világsztár fellépő volt a 20 év alatt. Ne kacsingassál rá! Nem kacsingatok, gondolkodok, csak így gondolkodok. Hunyarítok. Nem fogom elmondani. Hunyarítok és nézem, próbálom kiszedni veled a választ. Ne, én akkor direkt, ne, akkor direkt, akkor elkezdem magamat nézni a izében, a fényképezőben, és akkor így nem. Ilyen a póker arcom. Fú, elég jól megy. Na figyelj, Marci, akkor legyen mondjuk. De mennyi? Mit érzel, mi a megérzés? Mit érzel igazából leg... semmit, de nagyon szeretem az ilyen számisztikai dolgokat, szóval 100 körül valami. De, és várj, akkor 100 körül valami, 107 volt, ami 100 körül van, de a 60 is végül 100 körül lehet. Ú, az is hangzik, de az nem 60 az... vagy inkább 107? 107. Helyes a válasz. Mi az a szám, és ebben mi volt a számmisztika amúgy? Hát, hogy a 100 amúgy, ez egy kerek szám, a 7 meg szerencse szám. 107. Jézusom, és bejött neki, úristen! Folytasd a dalszöveget, Bruno! Mokambo gang, mindenki néz. Mokambo gang, fenn a sok kéz. Te vagy? Mokambo gang. Több lett a pénz. Mokambo gang. Túl sok a faszaki. Nem az a rész jön? De mondjad. Nem tudom, hogy van ez pontosan. Mokambo gang, mindenki néz. Mokambo gang, van is a kéz. Mokambo gang, több lett a pénz. Te vagy. Túl sok a faszaki.
Nem tudom, nézd. Mondják, hogy túl mindenki nagy a fész. Jó, tesó, de tudod, hogy én ilyen verzésfazon vagyok. Verzésfazon vagy, bár egyébként ezt szoktad tudni, mert bármilyen dalszöveget, bármilyen állapotban mondok neked, általában tudod folytatni, lehet, hogy most nem itt. Igen, nem, az volt itt egyébként a probléma, hogy innen már rámek nagyon a verzére. Tehát innen, az utolsó sornál már én azt, hogy mindenki basztalt, dig, hol van tudod, az asztal? Rámegy, tudod a verzére, tudjátok ezt? Persze, jó, én csak rácsúszok a verzére. Tudod, hogy Bruno, elfogadjuk. A refréneket meghagyom, azt lehozza, én csak rámegyek a verzékre. De csak azt szoktad, hogy nem hallom! Fenn van a kéz, nem hallom, háromra mindenki hangos. Háromra sikít, az a sipi, mindegy. De egyszer felmegyek majd hozzá is a színpadra hype-olni, jó? Hozzám? Hát, hogyha fellépsz, és adsz nekem egy mikrofon. Fellépek, akkor most beszéljük meg. Mint tavaly? Itt szólt a megállapodás, hogy jössz? Ide is eljössz, és fel is léphetsz? Mindenhogy, hol úgy kötök, amilyen. Jó. Akkor te még ezeket a barteleket adod egyébként, nem? Hát, nem mindig kezdsz érte. Én az érte. Ingyen fellépésnél jobban semmit nem szeretek. Azt én pontosan tudom. No, azt mondom, de a pénzt is szeretem azért. Brunokám, mennyi látogatója volt 2022-ben Magyarország leglátogatottabb zenei fesztiváljának? Ugye ezt tegyük rendbe először, mielőtt mondom az opciót, hogy melyik Magyarország leglátogatottabb, legnagyobb fesztiválja melyik? A Sziget szerintem. Így van, ahogy mondod. 139.500, 663, 50.000 vagy 452. Tehát, hogy mennyi látogatója volt tavaly a Sziget fesztiválnak? Még egyszer mondom az opciókat, mert olvastam egy cikket, amikor a Dua Lipán mennyien volt. 139.500, 663, 50.000 vagy 452. Ez egész hétre? Ez egész hétre. Na, hát akkor a 100.000-es, meg a 90.000-es, vagy a 60.000-es az kiesett. Tehát marad nekünk a 4. Hát egy 50.000-es volt, az hat, kiesett, igen. Az kiesett, az egy fél nap, igen. Kiesett, jó, igen. Volt egy 139.500, 663 és egy 452-nk is volt. Szerintem 400 valahány ezer. 452.000. Igen. Helyes a válasz, Bruno. Kösz szépen. Ez ennyi. Ezt tényleg magadtól tudod, vagy sugatok? Félem, úgy vagyok vele, hogy 7 nap, hogy elmenjen 100, ez 7 napos kb, nem? Vagy 5? Hát az a nulladik nap, tök mindegy. Tehát ilyen napi 100 valahány ezer menjen, az sok, mert biztos vannak lyukasabb napok. Így, ahogy mondod. És hogyha mondjuk ilyen 80 ezeren mennek el, akkor ilyen az már hasonló. Akkor az kijön. És a Dua Lipáson, hogyha jól tudom, egyébként nem akarok hülyeséget mondani, az valami 90 ezren voltak egy időben bent. Uh-huh. Tehát annál többen nem is tudnak nagyon egy időben lenni. És gondolom vannak nyilván napi jegyesek, de vannak akik heti beletet, nem tudom, így jött ki a matek. Javaslom a színfesztiválnak, hogyha kell segítség, itt jegyértékesítésben, kis statisztikákban nyugodtan Brunót lehet keresni. Elemezzük, kis számát. Kiegészítés. Ennyi, de egyébként jól nyomod ezekben, tényleg jó vagy. Mondj kérlek négy világsztárt, mondja négy világsztár közül kettőt, aki idén fellép a színfesztiválon. Tehát összesen ugye négy világsztár lesz. Egyikről már beszéltünk, sőt kettőről is beszéltünk már. Ha azt a kettőt elmondod, akkor nyertek hát pontot. Szerintem kicsit Magyarország világsztára, aki évente többször is képes elérni hozzánk, az a Timi Trumpet. Ez így van, egy magyar barátnője is van amúgy. Nem véletlen, volt fodrászomnak az exe. Igen. A csaj. Tényleg? Ezért már nagyon régóta tudom ezt az egész szállat. Tényleg? Tehát amikor a Timi Trumpet nem is pörgött akkor, hát itt nekem mondták, hogy van egy ausztrál DJ. És ki a magyar Timi Trumpet? Ez plusz 2 pontért elmondom neked? Vagy hogyha megadom neked, hogyha elmondod? Ezt neked ez egy olyan info, amit neked tudnod kell. Fú, nagyon nehéz magyar egyébként. Timi Trumpit. Most nem rá gondolok, mert arra gondolok, hogy amikor a Bilex meg régen, amikor nem, a kalapos pacákban volt. Nem, ugyanúgy DJ. Timi Trumpet? Régen BMX-es volt. BMX-es volt? Régen BMX-es volt, utána lett DJ, és ő a magyar, és ezt nem én mondom, ezt ő mondta egy időben magáról, hogy ő a magyar Timi Trumpet. De mi, trombitál, vagy mi? Hát ugyan, igen. De sok ideig leszette az ő jegyeit, hogy így fogalmazzak szépen. Ja, értem, tehát Ajkai Ádám. Ja, igen. Ezt nem tudod ki az Ajkai Ádám? Tudom, de az Ajkait nem láttam soha életemben zenélni, csak máshol láttam őt. Nagyon romokáról. Én csak a parkolóban láttam őt mindig, hogy hallott faszos. Igen, ő csinálunk egy közös zenét, tesó. Na, nem, igen. Azt, hogy soha nem. Tényleg? Nem, csak az, hogy hallott faszos, nincs egy cigid, és olyan van rekedve, hogy nem értem, mit ő mindig, ő nagyon nagy rockstar, tehát igen, de ő egy ideig mondta, vagy mondták rá a rajongók, hogy ő a magyar Timi Trumpet. Na mindegy, azt hittem ezt De Timi Trumpet is kicsit magyar amúgy. Igen, de mondj már még egy nevet, hogy meg tudja mondani 2 pontot. Hát egyértelmű, mert a Rita Ora. Úgy van! Bruno kedvence. Fú, volt régen egy Rita Orás plakát, ilyen fehér nem is, vagy valamilyen márka nincs meg. Most nem mondom ki amúgy a nevét. Jó, igen. És az egész ország ki volt felplakátozva. Emlékszem. 3 évvel ezelőtt, fú. Kívántad őszintén. Szerintem akkor az egy társadalom nagyon előrelépett így boldogság. Igen. Tehát szerintem, hogyha csajok megnézik, ők is boldogok amúgy. Valószínű, tényleg nagyon jó nő a Rita. De mi nagyon, szerintem. Nagyon jó nő a Rita Ora amúgy tényleg. Nagyon jó nő a Rita, nem? Jó nő a Rita. Mi a színfesztiválnak az eredeti neve? Tehát most Szegedi Ifjúsági Napok, de ez valamilyen más néven működött régebben. És ezt is tudom. Na. Igazából elcsíptem egy beszélgetést, és ott azt hallottam, hogy ezt a nagyon
ilyen indokolatlanul sokszor benne volt a beszélgetésben a karnevál szó. Igen. Tehát akkor gondolom szegedi ifjúsági karnevál. Úgy, ahogy mondod, nagyon tudod, Bruno nagyon figyel egyébként, tehát vigyázzatok, ha beszélgettek vele, ő nagyon-nagyon brutálisan figyel minden és mindenkit. Folytasd kérlek a dalszöveget, ez neked való lesz, mert ott voltál a forgatáson ennek a klipnek. Azt mondják, nem vagy olyan lány, aki könnyen meg lesz, de nekem így is kell lesz, várok rád. Azt mondják... Igen? Igen, de most a... De te vagy! Tehát én mondom, azt mondják, nem, direkt így, igen, értem. Így mondom. Azt mondják, nem vagy olyan lány, aki könnyen meg lesz, de nekem így is kell lesz, várok rád. Te vagy, igen? Most te vagy? De ez hogy nem verze jön? Ez a refrén, hagyd be ezeket a verzeket, te mondják, vagy. Nem vagy olyan lány, aki könnyen meg lesz, de nekem így is kell lesz, várok rá. Te vagy? Adj nekem egy óra. Nem az is, úristen, de te ezt tudod. De nem értem ezeket a dalokat, ezeket meghallgatom egy éve, akkor, amikor kijönnek, ma azért hallgatom, te nem persze. Hallgatom. Jó. Nem van rám, nem kell más, mellém ülj le. Folytasd! Ülj hozzám, nincs, ne várok rá, fogalm nincs. Én nem tudom ezt pontosan. Sehogy nincs meg, próbáltam segíteni, ezért most nem tudok pontot adni, szegény Manuel. De én azt hittem, hogy ezekben jól lesz, pedig... Figyelj, én amúgy ezeket... De ezek a British Petrol az megvan neked. Azt tudtam. Én amúgy... Ebben az országban senki nem, más nem ezeket vágom, csak ezeket a dalokat, ezeket azért már kipörgettem egy ideje, amikor megjelenek, azért már kipörgettem, és akkor utána hallgatom, és utána az már nem érdekel. Kiesik a... Nem az, hogy nem érdekel, hogy kiesik a pixisből, érted? Jó. Mert a saját régi dalaimat se hallgatom annyira, tehát azért fel kell egyszer-kétszer elevenítenem. Ja. Mert ezeket én azért nem adjon hallgatásítalom. Folytas szét van, barba? Én adom, ő is adja. Aha. Egyre magasabbra. Jó, meg volt neki. De ezért nem adok pontot. Sorolj fel, kérlek, 3 K-betűs fesztivál kelléket, bármi lehet, csak K-betűs legyen. 5 másodpercet van. 5. Jó. 4. Koktél, konfetti. 2. 1. Kabala. 0. De elfogadtuk, mert kabala. Kabala? Mi kabala? Ha minden fesztivál van egy saját. Vihetsz egyébként. De is nem is mondtál rosszakat, szép volt. Itt nekem fel vannak ilyenek írva, hogy kábítószer, készpénz, kurvák, de ezek szerint. Nem. Neked nem ez hát az a BSV srácok meg ez a Curtis. Pesgő, kaviár, kurvák. Oké. Okay. Marci, az én vagyok. Köszönjük a felénél tisztáztuk, hogy ki kicsoda. Azért mondom. Marci, mióta a fesztivál arca? 2021, 2022. Marci nem a szín arca, hanem a lelke. Ez is egy jó válasz, csak úgy mondom. Ez is válasz, bocs. És 2023. Fiam, hát tavaly is ott lobbiztál amúgy itt én interjúkért. Mit lobbiztam? Hát ott forgattunk együtt, ott na, voltam. Ott forgattunk együtt, tehát ez azt jelenti, hogy te tavaly már dolgoztál színnek. Ez egy fix info, oké. Okay. De ezek is mióta vett az arca? Ez a kérdés. Te most az arca vagy ennek? Hát tavaly is az voltam igazániból. Jó, akkor tavaly meg idén is az vagy, ez kiderült. Oké, de nem lehet, hogy 2021-ben is az voltam? Akkor nem Covid volt? 20-ban volt Covid, 21-ben már volt szín, sok többi fesztivál elmaradt, jó, de mivel a szín az augusztus végén van, ezért volt szín. Igen, de ezzel te is ott voltál azon. Nem. Chaos TV is ott volt. Jó, csak mondom, na, oké, okay. Igen, mi a válasz? De ez tavaly volt, amiről te beszélsz, nem? Bruno, jó, én csak szerintem... próbálok egy kicsit segíteni, félrevinni, én nekem ez a szerepem. Mondd, hogy mi a válasz. A Covid után ott gondolom volt egy ilyen minimális ilyen költség... Oda nem fértem bele, nyugodtan. Igen, nem fértél bele, ezt akartam mondani. Tehát, hogy nem tudom, biztos volt valami nagy előadó, de te nem fértél fel oda. Igen. Szóval aztán utána erősödhettél meg. Szóval akkor figyelj, idén meg tavaly 2. Tehát akkor a 2022-t megjelöljük? Onnantól. Úgy van, 2022, nagyon jól tudtad, Bruno. Valószínűleg tartom, hogy te a színnek a szlogenjét is fogod tudni, de mondok opciókat. Szabadságszerelem, ez hogy néz körbe? Szabadságszerelem szín, zárda nyarat Szegeden, Szeged szex szín rock and roll, van egy ilyen is. Az év nyárzárója a szegedi bazilikában. Melyik lesz az igaz? Itt kétszer volt ez a zárda nyarat téma, szóval gondolom akkor... Hát itt... másképp volt egy picit. Értem, de akkor gondolom itt amúgy ennek köze lehet ahhoz, hogy itt be van itt sűrítve. Én fogalmam, sincs nekem. Mi volt a zárdasakat létre, hogy zárda nyarat meg... Zárda nyarat Szegeden, ez az első, az év nyárzárója a szegedi bazilikában. Az utolsó nagyon hosszú, az nem modern, az, a második az nagyon Coca-Cola-s, az pam-pam, kész, rá van csak itt csapva, szóval akkor el a második. Coca-Cola-s, mint ahogy a színfesztivál is Coca-Cola-s, úgy van. Tényleg egyébként az? Egyébként ez a helyes válasz, csak úgy, igen, tehát két pont. Na, köszönöm szépen. Igen. Hány hónap van még a fesztivál szezon végéig, segítek? Nem a Békés Csabai Kolbász Fesztivál, a fesztivál szezon vége jelen esetben. Tehát augusztus végét tekintjük annak. 4, 6 vagy 3? Mi van? Nem hát remélem, van. Hogy 4. Úgy van! Jó tudja! 4 hónap van addig. Féltem, hogy beugratós. Nem, ez nem volt az.
Mit tartunk az első igazi nagy fesztiválnak, újkori fesztiválnak, ami megalapozta a mai fesztiválok hagyományát? Tehát ahonnan kvázi számítjuk ezt az egész fesztiválozást. Ez akkor nem hazai. Mondod, ez worldwide. Worldwide, úgy, ahogy mondod. Akkor ez az egyik leghíresebb fesztivál, nem? Igen. Ez a Woodstock. Így, ahogy mondod, ez a Woodstock fesztivál, Bruno. Láttad a Netflixes sorozatot? Mert sokan úgy, tehát onnan tudták ezt a választ. Igen, de már előtte is hallottam róla, azért ott már nagyon komolyan, tehát ott elég ikonikus fellépések voltak, mert tényleg, amikor elnézel, akkor mint hogyha végtelen mennyiségű ember lenne. Szóval, hogy vágtam a fesztivált, de nyilván az a sorozatban amúgy sok ilyen háttérinfót így meg lehetett tudni, és hála Istennek, hogy most már jobbak a fesztiváloknak a színvonalai. Hát igen, ott volt egy kis káosz. Szegeden belül hol került megrendezésre az első színfesztivál? Tehát itt elfogadunk több opciót is amúgy, mármint hogy mondhatsz, hogy valami előtt, valamilyen téren, csak hogy ez így legyen meg, hogy körülbelül hol volt az első színfesztivál Szegeden belül. Jó, most... Főtér? De ezt nem fogadjuk el, hogy főtér, ezt így nem fogadjuk el. Azt nem mondtad, ember. Nem, én csak kérdezem tőled. Nem, mert ezt mondod, hogy főtér? Azt nem fogadjuk el. Én itt ülök, gondolkodok, futtatom át életen a GPS-t a Szegeden, hogy mi merre van. Azt tudom, hogy Szegeden van de a vész vagy a büdi büfé, vagy valami ilyesmi. Én egyszer ott kajáztam egy fellépő... Büdi büfé? Szerintem igen. Egyszer ott kajáztam, ekkora szendvicset kapsz, tesó, azt tudom, mi van benne a teletömik, amit találnak ott. De várjál, ezt hogy találták ki ezt a nevet, hogy büdi büfé? Tehát, hogy ettől nekem pont így nem jönne meg a kedvem a kajáláshoz. Szerintem ott ez egy ilyen 24-es dolog, tehát ez hajnalban mind itt van. Lemerült a telefonom, és sétálgattam, és ezzel a rohadt nagy szendvicsen mentem, és hallod, ordibáltam, hogy hol a faszom van a hotel, hol nem tudtam visszatalálni, nem jött a telefonom. És azért találtam végül vissza, ez már olyan szinten, megindult a hasam ettől a óriási szendvicstől, hogy egyszerűen tényleg, mint stop, te oda ment egy autót, mondom, figyelj, mondd el, ahol nem akarok beszállni, nem rabollak ki, nem rabolom a kocsit, csak nézzi. Tig, te nem a Marics Peti vagy? Kérdezték tőled. Nem tudom, azt kérdezték, hogy nem a Miskolics Marci, vagy már annyira helyes vagy te is, mint a Miskolics Marci. Na, visszatérve a sztori végére. Bementem egy hotelbe, és akkor ott megmondtam, hogy figyelj, most el fogok menni a WC-tekbe, és addig nekem légy szíves, hívj egy taxit a másik hotelbe. És a recepciós csávó nagyon jó fel volt, mert visszatért, még egy gin tonikot is kaptam. Tehát ez Szeged, ezt tudom mondani. Ez melyik évben volt amúgy? Ez tavaly volt. Tavaly volt? Aha. Ekkora nagy randalírozás volt itt neked Szegeden? Nagyon durva. Nekem nagyon. Mondjuk ez kurva jó sztori volt, de nem tudjuk meg, hogy milyen helyes válasz. Tehát ja. Hol volt? Ja igen, és hol azt akartam, hogy a Büdi büfében hallottam, igen? Hogy a Városházánál. Úgy, ahogy mondja Bruno, és ott volt gyerekek. Büdi büfében hallottam Bruno, az ekkora szendvics mellett, utána a gin tonic mellett. Brunokám, én most majd mindjárt összeadom a pontjaidat, eddig szerintem tök jól állsz. Két pontokat megítéltünk neked, viszont van 5 plusz kérdésünk, amire valószínűleg, hogy ismerlek, mindegyikre fogsz válaszolni, főleg, hogyha megtudod, hogy mindegyik 10 pontot ér. Tehát itt az első kérdés, mikor és hol vesztetted el a szüzességedet? Hát, én otthon a szobámban. Igen. És hogy mi, mondjak évszámot, amikor? Nem, mikor és hol? Ez igen, kb. Mikor, igen. Te hány éves voltál? Hát én olyan 7-es, 8-os láttam. Jaj, Bruno, 13-14 éves voltál? Hm? 13-14 éves voltam, amikor elvesztetted? Mi? Akkor te már nem volt beled ilyen ösztön? Hát ösztön volt, az meg, de nem kurtam. Mondtad, hogy fúj lányok? Hát nem mondtam azt, de nem kurtam még akkor. Jó, te igen, elfogadom. Csak voltál a podcastemben, ott is azt mondtad, mennyi időt szex átlagos egy ember? 50 perc, másfél óra. Arra is mondtam, hogy Bruno. De nem, Marci, próbáljuk ki, nem tudok erre mit mondani. Na jó, ezt próbáljuk ki. Jó, elhiszem neked, és megadom a 10 de pontot. De nem mondta, arra azt mondtam egyébként pont, hogy ez nem feltétlenül amúgy ideális. Egyetlen, általában nem, igen. De jó élmény volt, vagy rossz élmény? Nekem. Neked? Nekem jó volt. És a csajnak? Hát neki is. Na, csibész volt, ezt 13-14 évesen már bevitted a dolgokat, ahova kell. Jó, én elfogadom, 10 pont jár. Ki az, akivel a legnehezebb együtt dolgozni a szakmában? És nem... De most tényleg. De most olyat, akivel dalt csinálni? Hát vagy igen, de szerintem... Akkor te kiestél, az elég hamar, nem? Zenész. Én egyrésztről nem zenélek már több éve, tehát engem sehogy sem mondhatsz. Csak az állami támogatást veszed fel, nem? Micsoda? Csak az állami támogatást veszed fel, nem? Ez úgyis kikerül majd. Amikor te egyébként micsoda, erre megcsináltam a dalokat. De egyébként innen... Tehát két év, amióta ti már befutottatok, azóta én már nem is zenélek. Tehát engem alapvetően nem mondtad. A szép váltás, nem? Hát nem most amúgy nem tudom, hogy magyar zenéjkor amúgy... Úgy voltam vele, hogy
minek? Itt van amúgy a figyelj, fiatalok, azt gondolnád, mindig azt gondolod, hogy a Miskolcs lesz, aki kikerül a magyar zenéparból, akkor a színvonal megugrik, igen? De te kikerült és bekerültek, és csak még lejjebb került. Tehát, hát, amúgy, látod? Nek mind a kettőnek abba kéne hagyni. És nem is csináltam egyébként annyira szar zenéket, de ez most nem ez a téma. Hát az egy szubjektív azért, ez elég ez a kérdés. Na, ki az, akivel legnehezebb együtt dolgozni a szakmában? Zenész, de lehet most már lehet a tág szakmából is. Jó, Istenes Bence, elfogadtuk, oké, mert tovább. Na, mondj már valamit. Mondják, de amúgy annyira senkivel nem nehéz. De Spákkal most... könnyű együtt dolgozni amúgy most? Relatív. Na tessék, hát akkor vele nehéz, nem? Nem nehéz, de hogyha valakivel azért, most úgy akarom mondani, hogyha valakivel évi 365 napot együtt vagy, igen, akkor az nem tud menni mindig simulékonyan. Tehát hogy nekem van olyan, akivel nem volt konfliktusom, meg kétszer találkoztam vele életemben. Most hogy mondjak, hogy vele nehéz akármit csinálni. Hát jó, de akkor most lehet egy menedzser is ez, lehet egy tudod mit? Tudod mit? Igen? Hogy hívják a operatőrt? Norbart? Nem. Norbart? Na Norbart, vele nagyon nehéz dolgozni. Miért mondta Norbart? Hát azt mondta, nem szeret velünk dolgozni. És akkor most... Tényleg ezt mondta? Marci, te pontosan tudod, miről beszélek. Most esküszöm nem. De mondtam. Volt ez a Finders videós, meg hogy milyen a fiúkat dolgozni. Ja, tényleg! Hát... Ja, nehéz. Jó. Akkor okay, ez a Norbart. Norbart. De vele azért nehéz egyébként, mert nagyon-nagyon lassú. Igen. Tényleg, mint egy... Meg kell adod létsz a poharat, és így fel... Mutasd meg, odaadja, hogy adod. Hát most mi oda fog menni lassan, ez nem én. Így, jó, oké. Okay. Oké, okay. Norbart tehát, keresetek rá az Instán, hogy ki jön. Gyakoroltad vala a csókolózás tükörben, vagy egy ismerőssel, vagy mondjuk a kezeden, vagy bárhol? Tehát mondjuk, értem a ugorjunk, kérdést, értem, jó. De amikor csókolózol, akkor nem egy izét csókolsz, meg egy lapost, érted? Én értem, azért... csak mondjuk tini korodban lehet, hogy nem tudom, az első csók előtt félsz, és akkor ilyeneket csinálsz. Hát nem de tudom. Csak egy tipp, érted? Tehát, hogy... Nem tudom, megadtam, hogy a lányokkal majd itt kitapasztalom. Jó, de elfogadjuk azt, hogyha nem, Bruno. Nem volt ilyen. Nem, azért úgy jöttem vele most, hogy lecsókolom a tükröt. Azzal én miért fogok jobban csókolni, érted? De mit tudom én? Hát gyakorlod, hogy nézel ki közben. Hát de mi, ott elég közel vagy, ő se lát, nem tudom, te messziről szoktál csókolózni? Bruno, én elfogadom azt is válasznak, hogy nem volt ilyen, mert... Ja, nem volt ilyen. Nem, nekem sem volt ilyen, tehát hogy vannak... Jó, hát de én kifejtősen adom, mert nekem azt mondom mindig, hogy kerek mondatban válaszolunk. És ezt meg is teszed. Igen. Ha újra járnod kellene az egyik exeddel, ki lenne az? Van egy tippem, és nem én írtam ezt a kérdést, esküszöm. De Marti, te tudod, hogy erre mindig, egy válasz lesz. Na. Anyukád. Csak ő. Csak anyám van. Csak vele jönnék újra. Mennyi időt voltatok együtt? Hát ameddig megfogantál. 15 perc. Te vagy az apád? Az 15 perc volt? Hát igen. Ott van, nem, hogy nem beszélek. Nem, Bruno, az a helyzet, hogy, ez egy komoly játék, komoly kérdésekkel, akkor tudom megadni erre a 10 pontot, vagy eddig 30 pontot. Na most bele visszel engem ilyen? Nem, én írtam. Válaszolok. Jó, mondjad. Mondjad. Tudom, hogy erre vett. Na figyelj. Nem megy, de szülye. Jó, mondjál valamit. Két barátnőm volt. Aha, ki volt az első, ki volt a második? Az elsőt Sofinak hívták, a másikat Sárának. Nem az énekes Sofi. Nem, ez a Vinnek a csaja. Tudom. Na, ezt mondom. Igen. És szóval, hogy akkor ez a kettő közül választanom kell. Két komoly kapcsolatod volt. Igen. Két barátnőm volt. Ha újra járnod kellene az egyik exeddel, tehát ez a kérdés. Hát ha választanom kell, akkor inkább a Sárával azért. Jó. Tetszett a válasz? Köszönjük TikTok videó. 1,5 millió. Köztesó. A szín oldalára. De nem, hát másra is volt ez a kérdés. És ez a sors akarta így. Szép. Mit tennél, ha holnap megsüketülnél? Hát valószínűleg többet nem hallgatnék zenét. Tudod mit? A frappánság miatt elfogadtam. Köszönöm, Bruno, jár az 50 pont. Tehát összesítésben, Bruno, képzeld el, 38 pontot szedtél össze a két pontos kérdéseknél, ami egy elég magas szám. Itt mindenre válaszoltad, tehát megkaptad az 50 pontot. 88 ponttal eddig, de csak eddig, te vezeted szerintem a listát. Még megnézzük, hogy mi lesz a vége. Az a lényeg, hogy 88 pont a 100-ból. Gratulálok, Pető, Bruno. A Spark nélkül ennyi mindent tudott a Bruno. Külön nem volt a Spark végig. Ja, akkor végig ő sugott, mint az érettséginél. Bruno, nagyon szépen köszi, hogy itt voltál. Találkozunk a színen. Most jó, Marcikám, lépek, mert tényleg, hogy mennem kell, jó? Kösz szépen. És amúgy tényleg mennem kell, szóval kösz szépen, srácok, amúgy, hogy itt lettem.